Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez pedig itt a Transport Fever következő epizódja, amit azzal fogunk kezdeni, amivel mindig szoktunk, hogyha van ilyen információ, néhány kommentet kaptunk, és ez alapján Atlantát rögtön át is nevezzük. Abel Tirsára! Erről eszembe jut valami. Ja, megvan! Albert Hirsa az egyik kedvenc településem. Nagyon-nagyon régóta ismerem ezt a települést, nevet, és mindig is poénosan hangzott bennem ez az Albert Hirsa. És mióta meghallottam az előző számot, azóta Albert Hirsa az egy ikon számomra. Viszont van még egy kommentelünk, aki úgy szólott, hogy Szavannát nevezzük át, viszont Erdőkertes nevet kapta meg ez a drága település. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy a legközelebbi, ami még nem kapott magyar nevet, Baltimore lesz, és Baltimort a tisztelt kommentelő lakhelyeként fogjuk elnevezni. Méghozzá Dunapataly! Remélem, hogy jól írtam le, hogyha nem, akkor kommentben szépen fűzd hozzá a mondani valódat is, én pedig rögvest javítom. Nos, amit szeretném mutatni nektek, hölgyeim és uraim, az a térképnek a túltermelése. Miért van túltermelés? Amikor elkezdtem játszani és mondom, kiépítem azt és átgondolom, hogy mit fogok a mostani részben mutatni, amit itt egyébként már biztosan kiszúrtak néhányan, akkor láttam, hogy úgy csepeg a műanyag, úgy van is, úgy nincs is, úgy az élelmiszer is olyan volt, hogy jó, oké. De aztán arra lettem figyelmes néhány perc elteltével, hogy így gyűlik a műanyag százassával. Miért van ez? Akkor lássuk, hogy mit mond a felkiáltójel, mert azért elég rendesen villogott. És itt ez a két tetves vonat ugyanazt csinálta, mint most. Ezt. Egyszerre ér ide ez a két nyomorult, és így megállnak. És valószínűleg azért, mert ezt itt rosszul raktam, igen, rossz helyre raktam le egy lámpát, ugyanis ide nem kell lámpa. Nagyon örülök, hogy meg tudtam ezt nektek mutatni, mert legalább van értelme annak, amit mondott. Visszafordítom. Egy visszafordítással könnyedén lehet kezelni a helyzetet, de van egy jobb irányba, van egy előre haladó sávunk, van egy balra előre és visszafele haladó sávunk. És itt van egy dupla sávváltás. Az érkező egy másikba fog átérkezni, mert ugye ez az a sáv, amelyik irány nekünk kell. És én, idióta, ide raktam le egy lámpát. És nem csoda, hisz a kereszteződést követően itt van még egy lámpa, és mind a kettőt megfogtam. És gyakorlatilag én vagyok az idióta, mert ezt csináltam. Hopp! És ezzel meg is oldódott a probléma. Miért? Azért, mert hogyha ez a vonat érkezik, és itt megáll a lámpánál, ez a vonat át tud jönni. Ha viszont átjön, akkor itt megáll a vonat, mint a kurva isten. Úgyhogy pöröghetünk is tovább. A termelésem egészen megakadt, az az igazság az elmúlt időszakban, és nem elég, hogy a vonatok állásával csökken a termelésem, mind a kötött pályán, de még az utakon is, jó, az út is kötött pálya, jó, oké. Az utakon is csökken a termelés, ugyanis itt mennek át az autók, és hogyha itt állnak már legalább úgy fél éve, akkor nem az, hogy figyelj már Pista, ne kerüljük meg itt, azt ne menjünk úgy mondjuk erre, itt a felőjáróra, hülye vagy, az kerülő. Úgyhogy emelem kalapom a logikának az oltárán, ez nagyszerű megoldás volt. Kiépítettem itt a kohászat, valamint a szerszámgyárba a duplasávot. Ugyanis szeretnék még majd vonatokat lepakolni, de most úgy látom a felhalmozódott áru véget, nem is annyira célszerű. Nincsen cuccunk, de majd érkezik. Oké, most szerszámokat legyárhatunk. 170-et? Igen, 170 darab szerszámot gyártatunk le. Remélem, hogy kicsit csinyán fognak bánni ezzel. Emeltük a vagonoknak a számát ennél, és iszonyat profit. 5 millió. 5 millió! Zseniális! De amire mi szeretném most fektetni a pénzt, az egy aránylag rizikós, és talán nem is annyian indokolt momentum ennek a játéknak, de azt akartam, hogy a főváros megkapja ezt a repteret. Amikor elkezdtem lefele durni itt a térképet, ugyanis itt egy óriási placot alakítottam ki, köszönöm szépen előre is, ezen a placon, amikor le akartam ezt rakni, mondta, hogy nem 18 millió.
Nagyjából egy olyan 10 milliót ledaráltam, és 3 millióba raktam le. Tehát van értelme legyalulni a területet. Eddig kérdések fogalmazottak meg bennem, hogy úristen, vajon megéri, vajon én vagyok a barom, vagy így egyáltalán ne foglalkozok ezzel? De! Megéri! Csináljátok! Szépen gyaluljátok lefele az egész területet, hogyha a repteretek azt mondja, hogy nekem itt van keresnivalóm, nekem itt kell legyek. Adjatok neki hitet, és minden rendben lesz. Na lássuk, oké, nincs is para. Jó, csak itt villódzik nekem, azt hiszi, hogy srodoszkóp. Na, mostani részben szeretnék képíteni, hölgyeim és uraim, a légi közlekedést, viszont úgy érzem, hogy ez nem igazán fog menni. Miért nem? Egy. Nincs megfelelő település, ami olyan lélekszámmal rendelkezne, amit összetudnék kötni a fővárosommal. Fővárosom már 900 alatti lélekszámú. Nem tudom, hogy miért, mert emberek jönnek be, emberek mennek ki. Valószínűleg azért, mert a körülötte levő települések is ugyanúgy fejlődni szeretnének. 528, 540, Szentedre hogy áll? 523, Salgótarján hogy áll? 548, Karakószörcsök hogy áll? 523, mindenhol 500 fölötti a népesség. Jó, ez mondjuk, itt nincs is összekötve. 60, 60-ról ne is beszéljünk. Viszont itt van még Albert írsa is, ami 338, és nincs összeköttetés. Erdőkertes, 600 fő. Tehát azt tudom mondani, hogy azok a települések, amik összeköttetéssel vannak Dunaújvárossal, azokból a településekbe mennek ki Dunaújvárosból az emberek. Így van. Tehát amit én akartam, hogy főváros legyen, az végül is egy ember elosztó központ lett. Egészen meddig, amíg össze nem kötöm mondjuk légijárattal a környező települések jóval messzebb levő településeket. 835, így van, hagyjátok el az egész területet. Szépen épüljünk lefele. Pedig már annyira szépen építik ide ezeket a felhőkarcolókat, és nem nagyon haladunk. Valószínűleg azért nem, mert nincsen nagyon nagy személyszállításunk. Látjátok, a profitunk az bőven van. 13 millió tavaly. 13 millió most. Igen, nem volt költség. Úgyhogy egészen stabilak vagyunk, és megengedhetünk magunknak mondjuk egy éves 2 millió forintos költséget? Hát persze, hogy meg! Jó, hogy megengedhetünk magunknak, ezért repülőt szeretnénk vásárolni. Mit szóltok hozzá? Oké, én is benne vagyok. Lássuk, hogy milyen gépeket tudunk venni. 3 darabot. Miért? Mert 2040-ben járunk. 2040-ben meg tudjuk venni ezt a szélsebes 3,34 milliós fenntartású költségű, 24 embert elszállító, 2158 km per órával száguldó istent, ami a brit-francia útvonalon működött 2003-tól, ezt a csodát, és ezen kívül meg tudom venni milyen Concord, köszönöm. Biztos mindenki hallott már elől a gépről, valamint Boeing és Airbus tudunk vásárolni. A Boeing 55 ember tud elvinni, és 895 km per órára képes, 3 milliós fenntartási költség. Valamint van még az Airbus, amit fogunk választani, azért mert 2 millió dollárt szántam arra, hogy ezt a repülőt működtessük. De még mielőtt nagyba belemennék, így a mielőtt még nagyba belemennék így a repülővásárlásba, valamikor én is így bekavarom magam. Concord 310 fő, nem őt fogjuk választani. Pedig mi durva lenne Concordba írjuk egy Concordot. Oké. Lássuk valami nagyobb. 130. Atya úristen, lehet, hogy ide Costa Vessába, lehet, hogy itt majd következő részbe kiépítem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 település fogok Costa Messába átpakolni, és lehet, hogy következő részben itt is beindítom a gazdaságot. Sőt, biztos. Ott van szén rendesen, lássuk, hogy mi van még, olaj. Olajat tudunk finomítani? Olajat ott műanyaggá tudunk alakítani. Jósággyárunk van? Nem, olyanunk van. Van kohónk? Kohót nem látok sehol. Kövünk szintén van. Itt nem, itt szerszámgyárunk van, de ide is mehet. Kohónk az miért nincs? Kohó. Nincs. Úgy látom, hogy itt nincsen kohó. Ott van téglagyár, addig elvihetjük a dolgokat. De kohót egyáltalán nem látok. Valószínűleg azért, mert a térkép eme pontján található az összes kohó. Ott van egy, az addig stim, ott is van egy. Hát csak gratulálni tudok a játék. A logikai tervez, ott is van egy kohó. Hihetetlen. Ott is van egy. Szerintem ezzel fogjuk összekötni. Béna mellett. Bénát viszont lehet, hogy... Aha, igen.
A folyó lesz a vízválasztó fontána kivételével, mert fontánát még szerintem ide fogjuk csatolni Kosztamesszába, és meg fogjuk csinálni azt, hogy a 130 fős településből csinálunk egy metropoliszt a fővárost követően. És majd Kosztamesszát is összekötjük a fővárossal légi útvonalon. Viszont 419 fővel az első Escondido, ugye szóval neved van, Escondido, és Escondido fogja megkapni a repteret. Eléggé pocsék itt a felszín. És talán Kosztamessza mellett a legjobb. Concord mellett meg az a baj, hogy kicsi. Ez az igazság. Úgyhogy bele kell harapnom saját magamba, és el kell fogadnom ezt az apró fogyatékát ennek a területnek, és lássuk, így van. Így van. De jó, hogy ott az a hegy. 10 millió. 7 millió. Alakulunk. És össze tudom kötni a... Egy épület, terület, probléma. Oké, na, lássuk, tervezzünk. Akkor... Escondido, hogy is van? Itt van... nagyon jó. Itt fogom végighúzni a villamos járatomat, és szerintem a főúton fogjuk tudni megcsinálni. Ami annyit jelent, hogy itt négy sávosra alakítom szépen az utat. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor... Hehe, ott már problémás. Itt viszont nem. Nyolcszor. És szerintem ezt én itt törölni is fogok. Oké, ezt is. És attól is meg fogunk válni, ugyanis most már nem kérek varázspálcát, hanem... ezt csak így tudjuk elhúzni. Igen. Igen. Vagy nem, vagy a varázspálcát nekik. Szuper, az is négy sávos lett. Ki a varázspálcát, és most már... Oké, no comment. Kihúzom ide ezt a varázspálcás területet, ugyanis szeretnék ide lerakni majd egy villamos station-t. Csak így magyarosan, villamos station. Jó, az majd oda megy, azt nagyon szépen le fogjuk rapakolni. Itt pedig érkezik a reptérünk villámgyorsan, el is indítom az időt, hogy legyenek is profitunk. És meddig tudjuk húzni? 7... Hát 7 millióval abszolút meg vagyok elé... Ide lerakhatom, de ide már nem. Idióta. 8.35. Oké, beleegyeztünk. Jó. Ezt itt szépen lebontom, és újra le fogom pakolni. Összekötve nagyon-nagyon szép. Valamint lerakom ide a villamos állomást. Így, hogy az embereimnek ne kelljen túl sokat sétálni ahhoz, hogy a reptérhez érjenek. Személyszállítás. Személyszállítás. Mind a kettő hibátlan. És most ki kell alakítanom ezen a településen azt, hogy megfelelő állomásokat hozzak létre. Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy itt elkanyarodok. Lássuk. Vagy nem. Vagy de. Mert hogyha ezt tovább fejleszteném ezt az utat, varázspálca, oké. Ezt az utat én szépen tovább fejlesztem, és tovább így van, nagy lesz. És megcsinálnék ide egy keretet. Hogyha mondjuk ezt itt elpuszt... Így... Szuper! Egyszerűen fantasztikus. Oké, ez is főút. Remek. Itt van ez... Nincs. Miért nincs össze az előbb, mint ha leraktam volna? Oké, erre is csinálok ilyen összeköttetést. Úgy látom, hogy ez is alkalmas főútnak. Ezek viszont mellékutak. Mellékutak. Azt ott most nem fejlesztem. Jó, varázspálcát a zsebbe, és akkor most húzhatjuk neki. Egy épülettől megválunk. 12 ember. Járulékos? Járulékos, igen. Járulékos. Oké, ez így össze van kötve, és a továbbiakban pedig, amit szeretnék csinálni, ezt itt mindenféleképpen lakóövezetként szeretném tudni a jövőben, és annak érdekében, hogy az legyen, ide rakok le szépen egy állomást. Hű, de nagyon nem szereti itt a környezetet. Valami nagyon nem kóser. Lehet, hogy MR kellene. Hát, talán. Talán. Jó, oké. Elfogadva. Itt lehet, hogy kicsit majd alakítanunk el az úton. Vagy pedig hagynunk, hogy tovább terjeszkedjen a település, és akkor szépen majd benövik ezt a házak. De, hogy ne kelljen túl sokat filóznom ezen, szerintem az első állomás, mivel innen ebből a párházból elmennek majd ide, ezért itt lesz a következő állomásunk, és mind a két irányból lesz állomás. Lássuk, hogy meddig látjuk el az embereket. Addig, jó. Akkor itt a bevásárló központ környékén lesz a következő,
1, 2, 3, ez meddig terjed ki? Szerintem ez a területnek a végéig. Az ipari központba nem lesz szállítás. Tehát ezen a 4 pontos lesz az útvonalunk. Akkor... Escondidónak sürgősen kérek egy normális nevet. És ez a vonal a Line 1-es lesz. Most így hagyom. Escondidónak nevet, hölgyeim és uraim. Így, és... Ja igen, ami még nagyon fontos. A túloldalra is szeretnék. Raktam? Itt is? Szuper, oké. Akkor még ami állomást szeretnék, 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Ez azért nagyon-nagyon fontos, hogy amikor visszafele indul majd a villanyoson, akkor is vegyen fel embereket. 1. Méltán híres fővárosunk is megkapja a saját kis villamos pályáját, viszont ez jóval hosszabb lesz, mint a betervezett, és ráadásul plusz egy kitérőt fog érinteni. Itt van a tram stationünk, nagyon-nagyon jó helyen, és azt mondja, hogy ez nagyon csúnya. Legyen ilyen színű. Oké. Ennek pedig a neve az lesz, hogy Dúv villamos reptéri. Reptéri villamos úgy értelmesebb lenne. Na de mindegy. Első megálló. Második megálló. Harmadik megálló. Negyedik megálló. És kint a francba az ötödik megálló, majd visszafele. Ugyanez. Hatodik. Hetedik. Nyolcadik. És egyes. Nagyon szuper. Most akkor vásároljuk meg szépen azokat az eszközöket, amikkel szeretnénk ezt működtetni. Mivel van ez a nagyszerű 25 embert elszállító villamosunk, ezért ebből veszek egyet. 335 ezerért, nem pénz már a mostani állásában a játékba. És el is indítom ezen a vonalon, ugyanúgy teszek a másiknál. Másik településnél, aminek a nevét nem vagyok hajlandó többször kimondani. Csak ide vásárolok még... egy garást. Shift-tel beigazítjuk. Fantasztis! Oké, másodikról volt szó, meg is veszem, és Line 1. Azért nem adok neki nevet, mert adjatok Escondidónak egy új nevet. Oké, vonalon vannak a villamosaink. A következő feladatunk pedig az, hogy vásároljunk repülőt. És most meg fogom ragadni azt az alkalmat, hogy az egyik kedves kommentelőnek a szavára hallgassak, mert azt mondta, hogy szerinte az a probléma, hogy csak egy irányból indítottam repülőt. Akkor most megpróbálok két irányból repülőt indítani, jó? Meglátjuk, hogy mennyire fognak özönleni az emberek. Airbus 11.800.000, megvéve. Következő. Itteni garázs, Airbus 11.800.000, megvéve. 4 milliós fix kiadásunk van. Egyelőre. Oké, ott is van, itt is van, megvan mind a kettő. És a Line 3, Escondidónak nevet kérek. Nevet, 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 nevet. A leggyorsabb lesz a nyertes. És ez a gyönyörű rózsaszín lesz az ő színe. Egyes megálló. És kettes megálló. Line 2. Be is állítom. Line 2. Be is állítom. Line 2. Oké. Repüljenek azok a repülőgépek. Hármas a sebességünk, van még egy kis időnk, hogy így megnézzük, hogy működik-e az ötletünk. És ahhoz én most kikapcsolok egy-két dolgot. Kivéve mondjuk a repülőinket. Meg mondja megint néhányat az embereket. Igen. Busz megállókat. Az első kör az mindig deficites. Mindegy, hogy mit csináltok. Mindegy, hogy mennyire akarjátok, hogy itt folyjon a pénz a zsebünkbe. Az első az mindig ráfizetéses lesz. Akkor település nevet is szeretnék most nézni. Ne keresd el, hogy állunk. 76%-os ellátás. Kiskörösen hogy állunk? 94%-os ellátás. Oké, és 20 milliónál tartunk. A profitunk így aktuális helyzetbe, hogyha nagyjából jól számolok... Úristen, mennyi gabona van itt! Ha nagyjából jól számolok, akkor... Olyan 8-9 millió lehet egy évben. Az abszolút jó. Na jó, van, visszaadom a dolgokat. Kompletten, mehet minden, opá. Erre akartam kattintani. És lássuk, hogy emberek érdeklődnek-e annak érdekében, hogy a fővárosba elrepüljenek, vagy hogy elmenjenek vidékre. De mondjuk nem nagyon látom értelmét az aktuális településekkel, mert
Mert azt mondják, hogy minek költsek ennyi pénzt, amikor elmehetek Salgótarjánba, vagy erdőkertesre, vagy Gyöngyösre, vagy Karakószörcsökre. Pont Karakószörcsökre nem mennék. Én, hogyha az ő helyükben lennék, biztos felülnék a buszra, és mérhetetlen mennyiségű pénzt fizetnék ki, hogy Karakószörcsökön körülnézzek. Ha nem? Hát de, hát na. Na mindegy, de most nagyon-nagyon reménykedek benne, hogy az emberek el akarnak menni majd A-ból B-be, és nagyon-nagyon remélem, hogy repülőt használnak. Mit mond? Semmit nem mond. Csak itt humbugoskodik. Jó. Lássuk, hogy van-e problémánk az elszállítással. Először is a villamosra vagyunk konkrétan kíváncsiak. Kettő ember van, aki szeretne így eljutni valahova a villamosra, azt, amicsoda kereszteződés. Na, ki lesz a... így a villamosunk lesz a határozott. Oké. Lássuk, hányan szállnak fel. Menj innen. Köszönöm. Nulla ember! Fantasztikus. Oké. Hát azt hiszem, hogy ez a történet hasonlóan kezdődik, mint az előző, amikor megpróbáltam így repteret üzemeltetni. A kampányban nagyon-nagyon szépen lehet milliókat termelő, milliókat hozó repteret építeni. Nagyon-nagyon ügyesen. Itt még abszolút nincsenek emberek. Lássuk, hogy azon településnek kéne nem mondom... Három ember szeretne elmenni. És ez a nyomorúti szerint... Nem, ez ide fog menni. Fogadjunk, hogy te oda fogsz menni. Te mi vagy? Dolgozni megy. Lány kettőt használja. Ne. Lány kettőt? Ki vagy te? Ez egy munkásnak néz ki. Hát figyelj, lehet jó cégnél dolgozik és kapott egy repülőbérletet, nem tudom. Oké, nulla utassal meg is érkezik az Aircraft 2-esünk, és beszáll a három ember. Oké. Lássuk, hogy mennyi pénzt fogunk akasztani erről a három emberről. Már itt van, hogy plusz 1 millió mínuszban vagyunk, 2 milliót már belevertünk ebbe az üzletbe, de nem vagyunk deficitesek. Ugyanis 28 milliónál áll a profitunk, és ez csak fölfele és fölfele fog menni. Ennek érdekében fejleszteni fogom következő részre a gazdaságomat, fejleszteni fogom kicsit az embereknek a beszállítását, mert busszal összekötöm azokat a településeket, amik folyótól innen vannak. Valamint következő részben össze fogom kötni azokat a településeket, amik folyótól onnan vannak. És megpróbálok kialakítani abból a kis fitfasz településből egy metropoliszt. Méghozzá azzal, hogy először legyarolom szépen a területet, azt követően pedig kiépítem a, szerintem a 6 pályás közlekedést, ilyen forgalmi gyűrűket, körútokat fogok készíteni. Ugyanúgy, mint ahogy Dunaújvárosnál is elkezdtem, és Dunaújvárosnál is folyamatosan fejlesztem, ott is meg fogom csinálni a körforgalmakat. Ezen kívül rengeteg tennivaló van még, amire szeretném, a sor kerüljön. Ahogy mennyire idegesítő lehet azért a szomszéd településnél, hogy majdnem ott viszi el a házaknak a tetejét. Jó! Lássuk, hogy három ember mennyit fog hozni a konyhára. Mert ezt nagyjából négyel meg lehet szorozni. Fenét. 12-vel. És 82 000! Annyira nem sok. Annyira azért nem sok. Na mindegy, nagyon-nagyon remélem, hogy beindul ez a személyszállítás, és te mennyit viszel? 6-ot! Jó lesz ez! Jó lesz ez, hölgyeim és uraim! Jó lesz ez! Hadd fejlődjön a település! Hadd fejlődjön! Escondido, aminek kérek mindenkitől, vagy legalábbis minimum egy embertől egy település nevet, a leggyorsabb, az lesz a nyerő! Teljesen mindegy, hogy ki mennyire kreatív, hogyha azt mondjátok, hogy legyen Escondido neve Page, akkor Page lesz. De nem akarok ötleteket adni. Jó, végezetül pedig mindenkinek nagyon-nagyon boldog új évet szeretnék kívánni már ebben a részben is. A holnapi rész, ami a csatornára kerül ki, egy Factorio Bob modjának a része. Sikerült megcsinálnom úgy a mod frissítésekkel a játékot, hogy jó legyen. Úgyhogy arról mindent majd személyesen fogok mondani. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, valamint iratkozzatok fel a csatornára. Én Uno voltam, és találkozunk legközelebb is. Szevasztok!